Ez nem jó, nem így van. De. Nem, jó lesz ez így, hagyd a fenébe. Jó lesz ez így. Hát hamis volt. Nem lesz hamis, jó lesz ez. Jó, hát akkor csináld. Hun volt, hun nem volt. Hun volt, hun meg nem. De az eset, amit most elégtök adok, arra szolgál tanúbizonyságul, hogy mégiscsak volt. Sajnos. Így aztán volt egyszer a Nagy Magyarországban egy kis magyar falu. Volt annak a kis magyar falunak egy nagy magyar polgármestere. Ez a nagy magyar polgármester annyira szegény volt, hogy nagy magyarként, lévén orosz a neve, még bajusza sem nőtt éjnékie. Ennek ellensúlyozására kénytelen volt darutollat agatni a kalapjára. Szerette a kis magyar falu népe azt a nagy magyar polgármestert, pedig ő meg érdekes elveket vallott. Elfogadhatónak, sőt, helyén valónak ítélte meg a halálbüntetést. De nem ám a helyi rakoncátlankodókat tötte el láb alól kedvenc, hűséges hóhéra segítségével, hanem egy találomra kiválasztott ország politikusainak névvel és arcképpel ellátott bábujának rendezte meg a kivégzését. Azt még az adott ország zászlajára is ráhímeztette a viszonylag liberális kubikus építőmunkások szakszervezetének jelképeit. Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a szomorú rendezvényen. Igaz ugyan, hogy ezen ország népeinek ősét a világtörténelemben mindig könnyen megtalálták, ha fekete bárányt köröstek. Így aztán a nagy magyar polgármesternek se kellett sokat morfondírozni, hogy kit is akasztanak föl vasárnap, vagy kedden. Netán esetleg pénteken. Példát is statuált egy szép napon. És tudjuk mindannyian, a statuálás a lényeg. Nem elég, hogy nyilvános volt a kivégzés. Az esetet megörökítvén azt még a YouTube-ra is főtették. Egyszer aztán a legkisebbi királyfi éppen a hamuba sült pogácsáját majszolva és egy pohár sörről álmodozva a YouTube-on kalandozott, és lásd csodát, rábukkant a kivégzés videójára. Hát úgy történne, hogy ünéki ezek az elvek egyáltalán nem voltak szimpatikusak, sem nem kedveztek az ő szíveinek. Azt a nem jóját mondá, és pennát ragadott. Egy fenét pennát, klaviatúrát. Hinnye már, de hiszen magam is sajtómunkás volnék, vagy mi fene? Tudósítási kényszerem támadt. És amint a kényszere támadott, úgy is tett. A kis magyar falu nagy magyar polgármestere ekkor régi szokásának megfelelően, miszerint mindenkit bépöröl, akinek borsódzik tűle a hátra, most is ezen cselhez folyamodott. És lőn, sajtó pörlött a dolog bull. És elméletet jelenített meg az ászló, ugye arról szól, hogy a zsidó különböző titkos szervezeteken keresztül világuralomat törnek. Szerintem az egész történet, ez erről szól, ez még talán osztal, mint hogy ez szabályos üzenítás. Jó, Alvarás, a képviselőterett az iratok az aláírási címkére, a csatorna képviselőt jó igazolására vonatkozva, bíró az iratot 4/1 alapcsatorna, az eredeti kérdelem fel alperesi képviselőt visszaszámasztatja. Alperesi képviselő, kérem, hogy a bírósági keresetet utasítsa el, mert álláspontom szerint ez teljes körülön megalapozatlan. A felperes gyakorlatilag annak a cikkrészletnek a helyreigazítását kéri, ami arról szól, hogy felperes megtapossa a szabadkőműves jelképekkel dúsított izraeli zászlót, és annak a valóságát kéri közel, hogy valójában nem izraeli zászlót taposott meg. Én azt gondolom, hogy a cikk maga sem állítja azt, hogy a felperes izraeli zászlót taposott volna meg. A cikkben az szerepel, hogy egy szabadkőműves jelképekkel létesített zászlót taposott meg a felperes. Hozzáteszem egyébként, hogy a YouTube videón nem is nagyon lehet látni, hogy pontosan mi is az, amit a felperes megtapos. A film nézője akár úgy is láthatja, hogy Izrael zászlót tapos meg. Az én személyes meggyőződésem és véleményem pedig ezzel az üggyel kapcsolatosan az, hogy talán még így rosszabb is, hogy ilyen szabad kőműves jelképekkel
kékesített zászlót tapos a felperes, mert gyakorlatilag ezzel azt az üzenetet kívánja közvetíteni a néző közönség felé, hogy elítéli azt, amit ő tart, hogy Izrael a különféle titkos szervezeteken keresztül világuralomra tör. De hozzáteszem, a lényeg az, hogy nem állít, nincs olyan állítása a cikknek, hogy a felperes izraeli zászlót taposult volna meg. Ön volt az újságírója. Igen, ezt a cikket én itt van. Igen. Mit kívánta az olvasók felé közölni ezzel a cikket? Nézetem szerint, azt a papíri nézetemet szeretném volna kifejteni, hogy a felperes politikai nézete és magatartása különösen veszélyes a magyar köztársaság belső és külső viszonyaival, gazdaságban, majd Magyarország belső és külső viszonyaival, a viselkedése kimeríti a politikai gazdaság fogalmát. Bíró kérdésére, tanú tudomásom van arról, hogy egy felperes mind kifogásol a cikkemben. Ugye azt kifogásolja, hogy valóban az, hogy Izraelnek a szabad kőműves jelképekkel dúsított zászlaját tapossa valami. Mit látott ön a YouTube-on, ami alapján ezt megnézte? A YouTube-on én egy mentélesztésre alkalmas tárgyat adtam a kezébe, majd később a Földön, melyet meg is kibolt, mely tökéletesen azonosítható volt Izrael állam zászlajával, egy pillanatra, csak egyetlen másodpercre, valóban, mintha a Dávid csillag helyett. Egy szabad kőműves jelkép lett volna látható, de egyrészt az időrövidsége miatt ebben senki nem lehetett biztos, aki megtekintette, másrészt nézetem szerint a megrongált, vagy megcsonkított nemzeti jelkép, vagy átalakított nemzeti jelkép és nemzeti jelkép. Ellenkező esetben ugyanis 1950-ben a tükaj zászlai sem tekinthetnénk annak, tehát az nemzeti jelkép. Uh-huh. Ők mivel ezt a felforgató tevékenységet hajtják végre egy hamis kiválasztottság tudatból, ezzel ők az Antikrisztus eljöveteit és az Antikrisztus új világrendjét, az Antikrisztus eljöveteit hajtják végre és készítik elő. Csak azt mondom, hogy viszont ezt lehet csinálni, ezt lehet szolgálni, mi ebben a munkában nem vagyunk hajlandók részt venni, csak szeretnénk figyelmet, hogy ezért a súlyos bűneikkel el kell nekik számolni. Ezt mondtuk, hogy ezt ugyanígy fogja Isten el. Hogy a bűneikért a legenyhébb büntetés a kötél általi megalázó halál, tehát még golyó büntetésre érdemelnek, ezért megkérjük a hóhért, hogy hajtsa végre ezt a halálos ítéletet. A két háborús főbűnös, Simon Peres és Benjamin Netanyahu az államfő és a miniszterelnökön. Főnök, jó akasztás nem érdekli? Digitális. A kis magyar falun a nagy magyar polgármester az a feledékeny vala. Így aztán elfelejtett megjelenni a tárgyaláson, ahol ennek az lett a következménye, hogy csak a béperelt legkisebb királyfinak és kíséretének ízélték el az idejét. Ennek megfelelően ítélet sem született, elnapolás fennforgására került sor. Hát így esett az eset, így aztán a B-fejezésről csak jövő ilyenkor, vagy olyankor tudok majdan B-számolni. Aki nem hiszi, járjon utána. És persze elkergetheti a nagy magyar polgármestert is.